Köszöntöm kedves nézőinket! Műsorunk 10. adását látják, amelyben az ősz legszebb színeit mutatjuk majd. Beszámolóink a Balaton felvidéki Tapolcától egészen a Kékestetőig számos helyszínt ajánlanak a szabadidő kellemes eltöltéséhez. A helyi televíziók összefogásával készülő országos turisztikai magazinunk önöknek is segíthet Magyarország felfedezésében. Ne feledjék, ott vagyunk a Facebookon is, keressenek bennünket, hiszen tudják, a szomszéd vár. A Balaton felvidéki festői kisváros Tapolca egy ideje már nem csak az egyedülállóan szép csónakázható tavas barlangjáról és a mediterrán hangulatú malomtaváról híres, hanem a 6 éve október első hétvégéjén megrendezett Pisztráng fesztiváljáról is. A rendezvényen minden a helyben nevelt pisztrángról és a környező tanúhegyeken termelt kiváló minőségű borokról szólt. Az idei évben a látogatószám rekordokat döntött, közel 20 000-en voltak kíváncsiak a változatosan elkészített halételekre, a 25 ingyenes koncertre, a kézművesek vásárára, a kísérő programokra és a kiváló borokra. A tapolcai szivárványos pisztráng hosszúkás testű oldalt kissé lapított, magas faroknyéllel, hát és farokúszója között pedig zsírúszóval rendelkező hal. Eke csontjának hátulsó részében általában 4 fok található. Nevét az oldalvonala mentén szivárvány színeiben ragyogó, alapvetően vöröses színű sávról kapta, hátát és úszóit fekete pettyek és pontok tarkítják. Mindenből az ismertetőből azonban nem derül ki az, amit október első hétvégéjén Tapolcán sokan megtapasztalhattak. Nevesül, hogy húsa mennyire ízletes. Sokan igazi megszállottjai a Tapolcán ideális körülmények között tenyésztett halnak. Igazán nemes fajta, amelynek népszerűsítése okán, valamint nem titkoltan a nyári idegenforgalmi szezon meghosszabbítása céljából találta ki és hívta életre a város önkormányzata, valamint cégek támogatásával 2 helyi vállalkozó 6 évvel ezelőtt a tapolcai pisztráng és borfesztivált, melynek főszereplőjét, a pisztrángot a fesztivál helyszínétől mindösszesen 400 méterre nevelik. A felső Malomtótól a Tapolca patak mentén végighaladva, majdnem egy 600 méteres szakaszon felállítottunk 3 színpadot, több mint 40 kézműves vásározó van jelen, több mint 10 pisztráng sátor, ahol pisztrángot lehet kóstolni, ezen kívül természetesen van még 5-6 másik fajta ételválasztási lehetőség is sátrakban. Az idei fesztivál üres színfoltja volt a tópart egyik eldugott lépcső lejáratának új köntösbe öltöztetése. Varjas Judit helyi képzőművész alkotása, a tó felé úszó 3 koipont nagy sikert aratott a közönség körében. Általa a Balatonfelvidéki kisváros egy újabb köztéri alkotással és talán jelképpen is gazdagabb lett. Szombaton reggel zenés ébresztővel indult a nap, hogy mindenki odaérhessen a Malomtó központi helyszínére, a ma már hotelként működő Malomhoz, ahol egy fejlesztésnek köszönhetően megújult, és ma már hosszú pihenés után újra forog a Malomkerék, sőt, áramot fejlesztve teszi környezetbaráttá a hotelt. A Malomkerék nem csak hasznos eleme lett újra az épületnek, de Tapolca jelképe is, amely forgásával az állandó megújulást jelképezi. A turisztikához igen nagy reményeket fűző kisváros számára a Pisztráng Fesztivál jó lehetőség arra, hogy értékeit megismertesse az ide látogatókkal. Nagyon sokáig én azt gondolom elég intenzív vita folyt arról, hogy a város jövőjét ki miben látja. Szerintem az elmúlt időkben eldőlni látszik ez a vita. Az idegenforgalmi turisztika szerintem egy fontos kitörési lehetőség a város életébe. Erre maga a város és a város környezete is predesztinál bennünket. Úgyhogy ezeket az értékeinket szeretnénk egyrészt erősíteni, másrészt pedig jövőben megmutatni azt, erre nyitott közönség számára. A pisztráng elkészítésének számtalan módjával ismerkedhettek meg a fesztiválozók az ételkészítési bemutatókon, de a standok szakácsai is szívesen látták az érdeklődőket otthon is jól hasznosítható tanácsokkal. Mindenféle különlegességgel készültünk, bükkfa fűrészporon füstölt pisztrángol, amit kínálunk lillahagymával, kapóral, egy kis citrommal, tormakrémmel, mindez meghintve egy kis kapribogyóval. Aztán készülnek a frissen sült pisztrángok, roston, vargányomártással, tökmagos salátát kínálunk ezekhez a halakhoz, rozmaringos burgonyát, és hát bízunk benne, hogy
ízlenek ezek a halak a vendégeknek, eddig a visszajelzések nagyon pozitívak. Az elmúlt 6 évben mindig megdőlt a fesztiválon eladott pisztráng rekord. Az idei évben is több tonna pisztráng fogyott a tapolcai Malomtó partján. Nem is csoda, hiszen ilyen minőségű hallal ritkán találkozni az éttermek étlapjain. A fesztivál sikeréhez ugyanis nem csak a verőfényes őszi napsütés, a gyönyörű környezet járult hozzá, de a tapolcai tavasbarlangból feltörő, másodpercenként 1500 liter állandó, 18 fokos hőmérsékletű forrásvízben nevelkedett pisztráng is, amely, ahogy a közmondást tartja, maga az egészség. Egyre népszerűbb eleme a programnak a tapolcai Nagyboldogasszony plébánia szervezésében immár harmadik alkalommal megrendezett pisztrángsütő verseny, ahol helyi csapatok mérik össze tudásukat. A rendezvény a pisztrángok megáldásával kezdődött. Szombat este sokan várták már a varázslatot a tóparton, amikor a fényfestéssel díszített Hotel Gabriella épülete előtt elkezdődött a lézershow. Vasárnap nem csak a tópart, de az egész belváros megtelt a fesztivál látogatóival. Ritkán látni ennyi embert a városban egy csendes vasárnapon, még az idegenforgalmi szezonban is. Aki nem volt ott a pisztráng és borfesztiválon, az se bánkodjon, hiszen egyre több élelmiszer áruházban található meg a méltán híressé váló tapolcai pisztráng, amelyhez leginkább a várost körül ölelő tanúhegyeken termelt olasz rizlinget, kéknyelűt, rózsakő, szürkebarátborokat ajánlják kortyolni. Jövőre pedig, október első hétvégéjén ismét vár mindenkit Tapolca, ahol ma már nem csak az Európa hírű tavasbarlangot érdemes meglátogatni, és ahol egyre többen ismerik a szlogent: harra magyar, harra bor. A Mátra minden évszakban jó ötlet az aktív turizmus kedvelőinek, de az őszi színpompás táj akár ezt az évszakot az első helyre is repítheti. Gyöngyösi kollégáink Kékestetőn, Sáston, Mátrafüreden jártak, és most azt mutatják meg nézőinknek, hogy a túrázást, a természet szeretetét, a kirándulást a high-tech sportok eszközeinek használatával még izgalmasabbá tehetjük. Kékestető a vadregényes mátrai táj, a számtalan túraútvonal és a páratlan mátrai panoráma találkozási pontja. Aki felküzdi magát a magassági pontot jelölő kőhöz, annak már csak egy rövid sétát kell tennie a kilátóként is működő tévétoronyhoz, hogy az ország tetejéről gyönyörködjön a látványban. Kékestető egy darabban az országban, 1014 méter, a kilátó magassága az 1040 méter, és még fölmehetünk 20 métert, hogy a nyitott kilátón is gyönyörködhessünk. Itt, ha nincs köd és nincs felhő, ami azért gyakran van, gyönyörűen el lehet látni a magas Tátráig, az alacsony Tátráig, hibátlanul, ugyanígy el lehet látni az Alföldig is. Kékestetőt érinti az országos kék túraútvonal is, ami számos túrázót csalogat a környékre. A mai táv Mátraházától Sirokig, 22 km, állítólag ez az egyik legnehezebb szakasz, sok heggyel. Aki viszont nem a kemény túrákat, hanem a könnyed szórakozást szereti, az Sáston kipróbálhatja az ország egyik leghosszabb bobpályáját, vagy kalandozhat a Lombkorona szinten. Sőt, aki nem küzd tériszonnyal és van elég bátorsága, az 50 méteres magasságban átcsúszhat a Canopin a szakadék fölött kifeszített drótkötélpályán is. Igazából a lendületvétel az elején az volt a legnagyobb adrenalin löket, amikor ott álltam az elején, és akkor kicsit rám jött az érzés, hogy úristen, biztos meg merem csinálni, de aztán végül elindultam, és akkor meg már inkább ilyen gyönyörködtető érzés, mint hogyha repülnék. A kalandpark után pedig irány Mátrafüred, ahol a high-tech sportok szerelmesei érezhetik elemükben magukat.
Itt 120 kilométernyi pályarendszeren 12 túra útvonal közül választhatnak azok, akik kipróbálnák az önegyensúlyozós kétkerekű járművet, az elektromos terepszegvét. A legügyesebbek általában a gyerekek, mert ők ösztönösen csinálják, míg a felnőttek megpróbálják ugye kicselezni a gépet, és a gép helyett szeretnének egyensúlyozni. De alapjában véve 10 percen belül mindenki el tudja sajátítani itt a gyakorló pályánkon az alapokat. Teljesen az egyensúlyjal kell irányítani a szegvét. Ahogy el is mondták, előredőlök, előre megy, hátra-hátra. Elsőre egy kicsit furcsa, de aztán nagyon hamar rá lehet érezni, és egybe nő a testünkkel. Két kerék után pedig négy kerék, de az elektromos meghajtás megmarad. Csak villanymotoros járművekkel hajthatunk be a Mátra Natura 2000-es területeire. Ha nem gyalogosan szeretnék felfedezni a hegység rejtett szépségeit, akkor érdemes a Ranger túrát választani. Szerintem még nehezebb szakaszok előtt vagyunk. Még ez még csak a bemelegítő rész. A prolog. A talajszint után a magasból is szemügyre vehetjük a tájat, ha ellátogatunk hazánk legmagasabban fekvő mesterséges tabához, Sástóra, és felmegyünk a kilátóba, amit eredetileg egészen más célra szántak. A lejfúrótoronynak készült, Szeged mellé Algyőre tervezték, de Romániában gyártották, és mire Szeged mellé került volna, addigra maga változtak a magyarországi szabványok, éppen ezért olajfúrótoronyként soha nem működött, viszont 1973-tól Sástója elképe. Milyen magasra és hány lépcsőfokon tudunk ide feljutni? 53 méter magas ez a kilátó, és 258 lépcső vezet fel. A Mátra természeti kincseivel és modern eszközökkel csábítja magához azokat, akik szeretik az innovatív modern megoldásokat, de közben nem szeretnének elszakadni az élővilág szépségeitől sem. A természet fedett uszodája. Így is emlegetik a Miskolc-Tapolcai barlangfürdőt, amely idén elnyerte az év fürdője címet. A 30 fokos víz és a barlang klímája gyógyhatású, főként ízületi betegségek esetén ajánlott, de mivel sótartalma alacsonyabb, mint a gyógyvizeké, így korlátlan ideig lehet benne fürdőzni. Ezt a vidéket, a mostanyunk a Helyő, illetve a Sajó közötti területet Bors apja Böngér kapta a honfoglalás során, akitől egyébként Miskolcot is származtatják. Valószínűleg ez a történet egy picit csúszik, ugyanis ez a nemzetség nem a honfoglalás, hanem az államalapítás idején került ide, és Bors igazából a megye első ispánja lehetett, Bors a megye első ispánja, és az ő leszármazottja lehetett Miskolc, akiről a település a nevét kapta. Barlangfürdő járatai úgy alakultak ki, hogy ez egy mészkőhegy, amiben a víz váltja ki a járatokat, abszolút természetes módon. 31 fokos termálvíz tör fel alulról, de ugye a beszivárgó víz mosta ki azokat a járatokat, ahol most a vendégek fürdőzhetnek, és ahol a medencéket kialakítottuk.
az a lényege a Sauna Seance-nak, hogy egy intenzívebb szaunázási formát hozunk létre azzal, hogy folyamatosan bent tartózkodunk a kabinban, időszakonként öntünk a kályhára illó olajjal kevert vizet, keverjük folyamatosan a levegőt, megszüntetjük a levegő rétegződését, ami azt jelenti, hogy ugye alapesetben egy 20-30 fok különbség is lehet a felső és az alsó régió közt, ezt mi leredukáljuk egy olyan 2-3 fokra, tehát közel azonos hőmérséklet van minden padsorban, ugye folyamatosan ventilálunk. Lehet szőlő nélkül élni, de nem érdemes. Így tartják ezt a Hajdú-Bihar megyei Hajdú-Hatházon is, ahol egykor hatalmas nimbusza volt a borkészítésnek. Még az 1600-as évek körül a hajduk letelepedésével kezdték el termeszteni a különböző szőlőfajtákat, amikből annak ellenére minőségi borokat lehetett előállítani, hogy azon a vidéken homokos a talaj. A rendszerváltás azonban derékba törte a hajdúsági városban ennek hagyományát, de a 2010 óta regnáló önkormányzat felkarolta, és nem hagyja veszni a háztáji borászkodást. A Hajdú-Hatházi városvezetés szívügye a hagyományokra épülő szőlőtermesztés, ami a feljegyzések szerint a hajduk betelepítése után kezdődött a térségben, és a régi magyar fajták, mint például kövidinka, ezerjó, gohér, kadarka megőrzésével átöröklődött egészen a 20. század végéig. Ekkor még nagy területen 28 zárt kertben folyt mezőgazdasági termelés, döntő többségében szőlőtermesztés. A borszőlő a rendszerváltást követően viszont szinte teljesen eltűnt Hajdú-Hatházról és környékéről. Jelenleg ugye nem borvidéki terület Hajdú-Hatház, a hajdúság, a délnyérség, ami régen viszont az volt. A Bükki borvidékhez tartozunk, mert besorolva ugye az ország minden területe be van egy-egy borvidékhez, és megpróbáltuk azzal elkezdeni a munkát, hogy a régi elhagyott szőlőskerteket felújítsuk, a szőlőket, ami menthető, azt mentsük meg, amit lehet, azt újra telepítettünk. 2010-ben önkormányzati kezdeményezésre új borszőlőfajták telepítése kezdődött, ami által a szőlő és borkultúra népszerűsítése a település marketing egyik sarokkövévé vált. Hát azt szoktuk mondani, hogy emberi fogyasztása teljesen alkalmas, tehát még senki nem halt meg tőle. Igazából azt tapasztaljuk, a komolyabban akarunk erről beszélni, hogy évről évre egyre szebb, egyre jobb borokat lehet készíteni. Nyilvánvaló itt is figyelünk arra, hogy a régi hordós erjesztés és tárolás mellett azért a reduktívabb acéltartályokban történő borkészítés és tárolás is jelen legyen. A cél a régi szőlőültetvények felújítása és a telepítés, amiben az önkormányzat és magánszemélyek is jeleskednek a helyi kertbarátkör segítségével. A társaság vezetője szerint nem kell a nagy borászatokkal versenyezni, de ha sokan legalább kedvtelésből állítanák elő a nedűt, már rengeteget tennének azért, hogy itt is életben maradjon ez a mesterség. A nagyok már elmentek mellettünk, mi egy kicsit lemaradtunk ebbe. Én úgy gondolom, hogy Hajdú-Hatházi embereknek a régi zárt kerteket fönn kellene tartani. Nagyon sok szőlősgazda szőlőjét kiverte, kipusztított az állományt, és már gyümölcs vagy szántókultúrává alakította át a zárt kerti részeket, és szeretnénk visszaállítani a régi hagyományát. Hát a karaktere, tehát ahogy megmozgatom a pohárba, tehát egy testes bor,
Tehát aránylag tehát hosszú ideig tehát lehet az illatot érezni. Hogy a cél szentesítse az eszközt, egy versenyt is elindított az önkormányzat. Az ideire már több mint 100 fehér, vörös és rozé bort neveztek be. A megye termelői mellett a ma már Románia területén található történelmi Bihar borászai is elküldték italaikat. A verseny védnöke Halász János országgyűlési képviselő volt. Szerinte ez a verseny példaértékű, hiszen a magyarság összefogása mellett azt is megmutatja, hogyan lehet egy régi mesterséget újraéleszteni, és azt is, hogyan kell kulturáltan élvezni a jó borokat. Én úgy látom, hogy a borivás kultúrája fejlődik, szépen egyre inkább visszaépül. És az, hogy már Hajdúhatházon ilyen jellegű verseny van, és mutatja azt, hogy igenis figyelem fordult a jó bor felé, igenis tudnak az emberek már jó bort inni, csak hát ezt még meg kell mutatni mindenkinek, azt, hogy mi a mérték, azt, hogy mi a minőség. A megmérettetésen a hatházi borok évről évre jobban teljesítenek. Igen, a bornak az a küldetése, hogy meg kell, hogy igyuk, és azt tapasztaljuk, hogy az a néhány ezer liter, ami most jelenleg így magánszemélyek és az önkormányzat közös munkájában minden évben elkészül, ez az önkormányzati rendezvényeken elfogyasztásra is kerül, illetve palackozzuk, jelenleg még bolti forgalomban nem hozható, bízunk benne, hogy ez hónapok kérdése és minden engedéllyel rendelkezünk majd. És hogy milyen lesz az idei termés? Kevés, de minőségi. 2016 tavaszán volt egy nagyon nagy fagyunk, ami a mélyfekvésű részeken elvitt a szőlőtermést. Egy elég csapadékos nyarunk volt, amely befolyásolta a nemértékben a szőlő minőségét. Aki meg tudta védeni a szőlőt védelmi szempontból, én úgy gondolom, hogy azok bőséges született és jó minőségű bort várnak. A hajdúhatházi borászat múltját egyébként egy a Városháza épületében szépen berendezett néprajzi állandó kiállítás is felidézi. Itt minden olyan eszközt meg lehet ismerni, amivel egykor állították elő a különböző fajtájú nedűket. Akik pedig kóstolóra vágynak, azoknak csak annyi a dolga, hogy felkeresik az önkormányzatot, és egy időpont egyeztetés után már meg is ízlelhetik a hatházi borokat. Több mint 200 hintaló költözött be a Szegedi Móra Ferenc Múzeum kupolája alá idén ősszel. Van itt fa, műanyag üveg, sőt még alufólia hintaló is. Tóth Ferenc és Ladó Mária gyűjteményének nincs állandó kiállító helye. A közel 2500 hűségparipájuk közül mindig az adott tárlat tematikájának megfelelően válogatnak. A gyűjtők a legkülönfélébb anyagokból és helyekről származó hintalovakra vadásznak. A Dunakanyarból Szegedre hozott kiállítási anyag segítségével a látogatók megismerkedhetnek a hintalovak történetével, és találkozhatnak számos olyan műalkotással is, amit ezek a különleges játékszerek ihlettek. A lelkes látogatók pedig akár nyeregbe is pattanhatnak a múzeum emeletén. Három éves koromban kaptam egy nagyon szép hintalovat, és mondhatom azt, hogy szép gyermekkorom volt, ehhez a hintalóhoz is kötődött. Az első hintalovat is a maga Jézuska hozta, szánkót húzott maga után, kinyílt a nappali ajtaja, és akkor a Jézuska húzta maga mögött a szánkót, és a szánkóra volt felerősítve az első hintalovan. Itt található egy kopott, kicsit megfáradt, de a mai napig nagyon barátságos hintalovacska. Ő a 20. század elejei osztrák gyármány, és még egy picit látszik a kis eredeti sörénye, pici az eredeti farkából, és nagyon szépen látszik az a bonyolult fa szerkezete, ami az eredeti fa játék hintalovaknak volt, hogy milyen gondosan több részből kellett összeválogatni ennek a hintalónak a különböző fa anyagrészeit, csak fával van összeállítva, tehát nem csavarozva fa stiftekkel összeállítva, mindig gondosan kellett figyelni a szálirányra, ez körülbelül 21 néhány darabból áll végül ez a ló, és ez simán kibír a mai napig, így nem fiatal korában is, egy 80-90 kilós embert. A
1610-ben a későbbi első Károly angol király udvarában jelent meg a hintaló, és hát azt gondoljuk legtöbb esetben, hogy ez játékszerként tervezték meg az első hintalóvat, azonban itt pont ezzel ellentétesen egy terapikus célra, tulajdonképpen egy gyógyászati eszközként jelent meg az első hintaló a későbbi első Károly udvarában. A lovacska abban is azért is különleges, mert lószőrrel van borítva, ez viszonylag ritka. És hát látható, hogy itt a kettős funkciója érvényesül a lovacskának. Egyrészt ugye kerekes ló, másrészt a hinta talpra szerelt kerekes lóval van dolgunk. És hát említettem korábban, hogy hát terapikus célt is szolgál a hintaló. A játékszer esetében hagyományosan elsősorban fából készültek a hintalovak. Most nem hoztunk, de vannak fémből készült hintalovaink, minden darabja fémből készült. De modern példaként hoztunk egy design hintalovat, amely műanyag öntött anyagból áll és abszolút strapabíró. Kisebb hintalovak esetében mi azon szoktunk gondolkozni, hogy mi az az anyag, amiből még nem láttunk hintalovat. És igyekszünk ezeket begyűjteni, a legkülönlegesebbeket. A legutolsó, amit megrendelésünkre készítettek, az virágszirmokból és falevelekből áll például, de amit nagyon szeretünk, és szintén annak idején megrendelésünkre készült egy alufólia hintaló, negyed dekából áll, és a sima háztartási alufóliából készült, egy iparművész hölgy készítette. Nagyon sok helyen ismernek már minket, aukciós házaknál ismernek minket, és hogyha megérkezik egy darab, akkor kérdezik, hogy nem érdekel-e minket, vagy küldik erről az értesítést, és hát így személyes kapcsolatokon keresztül is igyekszünk találni. Vannak kalandos történetek, van olyan hintalovunk, amit a lomtalanítás során talált meg valaki vidéken, és lefényképezte, küldte, hogy érdekel titeket, mert akkor gyorsan kiszedem, most viszi a kukáskocsi. Úgyhogy legkülönbözőbb kalandokkal tudunk beszerezni egy-egy új darabot a gyűjteményhez. Önök a Szomszédvár 10. adását látták, ha valamiről lemaradtak volna, vagy nem látták eddigi adásainkat, keressenek bennünket a Facebookon, ott is jelen vagyunk. Egy hónap múlva ismét jelentkezünk a helyi televíziók műsorkínálatában, tartsanak akkor is velünk, fedezzük fel együtt Magyarországot. Viszontlátásra! A Szomszédvár műsorát a helyi televízió közreműködésével a Szeged Televízió készítette.